Egészen a középkorig repítette vissza a látogatókat a Történelmi Bajvívó Egyesület Kurdon, akik a község által szervezett falu és gyermeknapra érkeztek. Az egyesület tagjai gyalogos lovagi tornát adtak elő, amivel a 14. században a királyok szolgálatába álló lovagok jeles eseményeken álltak ki, és mutatták be az uralkodónak tudományukat, legalábbis a fennmaradt dokumentumok szerint. Vannak leírások, főleg külföldi források, magyar forrás nagyon kevés van, bár vannak becses darabok, mert a Kárti Márkféle képes krónika az egy nagyon becses darab, meg a Nekcsei Biblia, de ilyen torna leírásokat főleg a burgundi udvarból lehet összeszedni, de hát ez egyetemesen Európára volt érvényes, tehát így a magyar királyi udvarban is hasonlóképpen mivelhették, bár lovagi torna leírások vannak az Árpád korból is. A gyalogos bajvíváson kívül középkori játékokkal, számszeríjjal és hajtófegyverrel is megismerkedhettek a résztvevők. A gyerekek megismerkedhetnek a fegyverekkel, hajtófegyverezhetnek, megfoghatják a kardot, felemelhetnek egy sisakot, íjat megnézhetik. Tehát olyan dolgokat, amiket nem nagyon, csak múzeumban láthatnak esetleg, mondjuk ezek fegyverreplikák, de nekik nagyon nagy élmény, hiszen testközelből nézhetik ezeket a fegyvereket. A község lakói több téren megismérhették magukat a falunapon. Ki mire büszke kézműves kiállítás, ivóverseny, főzőverseny, szalámikészítő és kurdi csigasütőverseny várta a nézőket. Persze nem igazi csigát, csupán az állatházának formájára hajazó pékárút kellett elkészíteniük a vállalkozó kedvűeknek. Kurdi csiga az, ami megihlette az egész rendezvény kiírását. Tehát a 7 millió éves, a földtani jelentőségű Viviparius kurdensis, ami megtalálható a településünk dombjain. Ez az agyagba ágyazódott csigák. A különlegességük az volt, hogy eleven szülőcsigák voltak. Ez most itt a Naturparkhoz való csatlakozáskor derült ki számunkra is, hogy micsoda különlegesség ez. Emiatt arra kértük az asszonyokat és esetleg az embereket is, akik szeretnek sütni, hogy az idén tehát kurdi csiga legyen az, amit meg kell valósítaniuk valamilyen édesség vagy sósütemény formájában. De a falu és gyermeknapon nem csak a játszani szerető gyerekekre, a viadalra éhes férfiakra és a sütésben jártas asszonyokra gondoltak. Egy közös találkozásra visszahívták egykori lakosaikat is, akik kurdon nőttek föl, de ma már nem itt élnek. Számukra hozták létre tavaly a kurdról elszármazottak társaságát, mely a falunapon tartotta ülésén éppen az éves programokról tanácskozott. Őszre próbálunk szervezni egy olyat, hogy van ez a Szent Anna forrás itt fönt, és Lengyel környékén ezt a részt próbáljuk körbejárni. Egy paprikás krumplit főzünk, ha olyan idő lesz, és akkor mi körbejárjuk itt az erdőt. Nagyon szép volt, gyerekkorunkban is mindig erdőt jártuk itt, Vaskanyart, meg a többi, hát az nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy meg emlékszem, még régen az iskola mindig egyszer kitelepült a Szent Kuthoz, és akkor egy egész napos futballozás, számháborút, ami ezzel jár, ez a szabadtéri foglalkozás volt, nagyon jó volt, és az tényleg az egész iskola kint volt a Medve Zoli bácsi vezetésével, és tetszett nekünk. A község önkormányzata abban bízik, a falunaphoz hasonló megszervezett közösségi események is ilyen élményekkel gazdagítják a mai fiatalokat, akik szívesen maradnak lakosai, vagy látogatnak majd vissza a településre.